A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Mai vendégeim három hölgy, akik a város kulturális életének, én azt hiszem, hogy szerves részét képezik. Már nézegetnek egymásra és mosolyognak, és ez azért van, mert nagyon jól ismerik egymást, úgyhogy én nagyon örülök, hogy így együtt köszönhetem őket, akik nagyon jobban vannak egymással. Itt van velünk, és akkor most titulusokat nem mondok, mert majd utána összefoglaljuk, hogy ők kik és mik, mert szerintem rengeteg titulust is lehetne egyébként hozzátok párosítani, és nagyon is jól ismerhetik egyébként őket híradásainkból, de szeretném, hogy jobban is megismerjék őket. Tehát itt van velünk Bergerné Szőnyi Anna. Szia! Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Itt van velünk Radics Éva. Köszönöm, hogy itt lehetek. Üdvözlök mindenkit. És Kneifelné Lackó Krisztina is itt van velünk. Aki... Én is köszönöm, hogy veletek lehetek együtt, és hogy gondoltatok rám. Na, nagyon örülök, hogy sikerült ezt összehozni, szerintem azért előjáróban elmondhatjuk a nézőknek, hogy nem volt olyan könnyű összehozni ezt a beszélgetést. Mondjuk az első körben, amikor össze-vissza sakkoztuk ezt az időpontot, illetve nem ezt, hanem egy korábbit, akkor utána kiderült, hogy ez meg miattam nem lesz jó, úgyhogy de legalább sikerült összehozni, és az előbb beszéltük még itt a műsor kezdete előtt, hogy kinek mit kellett lemondani, tologatni. Hát ugye nagyon sok mindennel foglalkoztok. De akkor kezdjük talán azzal, hogy honnan az ismerettség így hármatok között, mert ugye a nézőknek azért talán nem kell mondanom, hogy a zenei életből, illetve népi kulturális életünkből is nagyon sokan ismerhetnek titeket, és számos helyen találkozhatnak veletek, akár mint pedagógus, ugye iskolákban, akár külön elfoglaltságot is csináltok gyerkőcöknek, vagy akár egy-egy énekkart vezettek, tehát hogy számos olyan terület van, ahol veletek lehet találkozni. Na, de honnan az ismerettség? Hát több szálon függünk össze. Annát a zeneiskolából ismerem, a férjemnek, Gyurinak a kollégája, de aztán, hogy mi hogy ismerkedtünk össze, az a gyerekek vonala, mert én gyermekjátszó táncházakat tartok, és akkor egyszer csak az Anna ott megjelent, hogy akkor jöhetek-e nézni, tanulni tőled, és akkor oda vezetem én vissza veled az ismerettségemet. Az Évivel meg, hát nagy a titok, de akkor eláruljuk, hogy mi nem is szülőtársak voltunk, hanem tanító szülőtárs, mert Évinek megtanítottam gyermekét, és szintén ami összeköt minket, azért az a zenei vonal. Így van. Úgyhogy ez. Így van. És akkor még egy kapocs azért itt van nekünk, mert az a gyermek, aki a Krisztánál átiskolás kisgyerek volt, ő kiválasztotta icipici korában a hegedűt, és én zongorista voltam, a nagylányom fuvolista, az apukája furuljázik, honnan jön a hegedű, tehát hogy mi, tök nehéz, mikorra fog ez kitisztulni, nem fogom, én nem fogom kibírni. És akkor hát sokféle tanár kezén keresztül egyszer csak kikötöttünk Anna néninél, és a utca hatalmas szerelemmel csüng azóta is Anna nénin, úgyhogy örülök, hogy hozzád kerülhetett a utca a hegedű kapcsán, mert kinyílt a világ a hegedű és a hegedű muzsika világa kinyílt a számára ezzel, hogy az Annához kerülhetett, úgyhogy... Hát én is örülök, hogy a lánya, már nem kislány, hanem már nagylány, de még mindig, 16 éves, még mindig tanul, és még mindig kezében a hangszer. Krisztát pedig igen, a gyermekvonalon ismerkedtünk meg, és utána volt szerencsém, hogy az alapítvány, amelyet vezetek, annak keretében fel tudtam egyszer kérni, hogy jöjjön el, és a Zeneóvis Farsangi Mulatságon egy kicsit közreműködjön, és hogy mutassa meg, hogy mit lehet még tőle ellesni, eltanulni. Évával pedig kolléganők is voltunk, még a tavalyi esztendőben is a zeneiskolában, úgyhogy igen, sok szálon dolgozunk együtt. És akkor, hogy most én is bekapcsolódjak, én meg valakit nemrég konferáltam, és átadtunk neki egy nagyszerű fricsai díjat, ha mondhatom. Aztán veled konferáló társak is vagyunk, ha így lehet mondani, meg szerintem talán rendezvényt is konferáltam már, ahol voltál. Hát veled meg már zsűriztünk, igaz? És hát ugye nekem is ugye van azért két lányom, és az egyik jelenleg is a zeneiskolában tanul, de ugye úgy indultunk, hogy hegedű lesz, de aztán átpártolt a zongorára.
De nincs ezzel semmi. De nincs. Úgyhogy most tulajdonképpen teljesen mindegy, mert zene közel. De az a lényeg, hogy minden, a ti életetek azt lehet mondani, hogy a zenéről szól, és a táncról igazán. Igen. Mit jelent nektek ez a dolog az életetekben, mi a zene? Most akkor csak a zenéről beszéljünk, mert te meg arra táncolsz. Én meg arra ugrálom. Én a lányokkal ellentétben sose tanultam zenét, tehát nem jártam gyerekként se zeneiskolában, nincsen hangszeres zenei tudásom, és a családban sem volt ez nálunk hagyomány, sem a pedagógia, sem pedig a zene. És aztán mégis, hogy én ide keveredtem, ez egyébként nagyon érdekes, és hogy ilyen mértékben az enyém a gyermekjátszó, meg a táncház, meg a népzene, néptánc világa, az valahol föntről jövő ajándék szerintem. És egyébként, mert hogy neked meg a családi életben is ugye a zene az meghatározó, hát csak a férjedre gondolunk, meg teljes, hát az egész, igen, család. Az teljesen zenei. De hogy így ez a hétköznapokban hogy jelenik meg nálatok? Nálunk mindig szól a zene. Két lányom is van, ők már nagyok, már csak hétvégén vannak együtt, de hát akkor állandóan énekszó szól. Tehát akkor ott van az éneklés, a többszólamú éneklés általuk, én meg csak így fülelek, hogy de jó nektek, hogy ez ilyen könnyedén, meg egyszerűen megy bármire szólamot énekelni, és hát egyébként meg mindig szól valami. Legyen az klasszikus, legyen az népi, legyen az a legújabb, Azariah, mert most azon vagyok tovább képzésben, hogy a lányai megmutatták nekem, és akkor igen, ezt is meghallgatom. Szóval elég sok rétű. De azt viszont sajnálom így felnőtt fejjel, hogy kimaradt a zenetanulás. Tehát, hogyha tudom én azt, hogy ide kerülök, ide jutok, és a mindennapjaim része lesz a zene, akkor tanulom, mert az az alap meg hiányzik, ami bennetek mondani, ott van. Hogy sosem késő elkezdeni. Ezt szerettem volna mondani, hogy a Herman László zeneiskolába szeretettel kell beiratkozni, tessék mondani. Egy jó hegedű tanárt esetleg? Esetleg egy népi, csak sietni kell, mert nem sokára nyugdíjban. Jó lesz nekem a klasszikus is. És az énekléssel egyébként hogy ez? Az énekléssel? Nyilván kell énekelned tudni. Kell énekelnem. De nem vagyok olyan stabil és biztos, mint akik azért ebben belenőttek, vagy ebbe belenőttek és tanulják. Uh-huh. Tehát nekem, amit így az évjék tudnak, meg a saját két lányom tud, az csoda. Nekem tanítónéniként azért gondolom sokszor kell énekelni. Igen, hál' Isten, csak egy szólamban kell ott énekelnem, és akkor az úgy megy, de ha már szólamot kellene, akkor azért az nekem kihívás. Uh-huh. Éva, hát neked az egész élet a zene. Nekem szó szerint tulajdonképpen, Ha vissza akarnám pörgetni ezt az időkereket, akkor óvodáig biztos, hogy vissza kellene menni, mert annak idején szerintem most is így van egyébként a Kodály iskolában, hogy az óvodából válogatnak nagyon ügyes gyerekeket, és ez annak idején is így volt, és jó páran vagyunk, akik azóta a zenei pályán állunk, és ez innen indult, hogy az óvodából kiválasztottak, énekzenei általános iskola, akkor még ugye úgy hívták, és aztán mentünk tovább a gimnáziumi rész, ott is énekszak, és akkor már van, aki ugyanúgy, mint én, énekkar vez, vagy ének akármi, és zenei pálya, és énektanár, vagy énekes, vagy valamilyen hangszeres előadó, tehát hogy azért mi sokan vagyunk így. Én azt gondolom, hogy azért az annak idején nagyon ment, és nem biztos, hogy most ugyanúgy tud működni. Tehát sok minden változott a világban. A mi időnkben szerintem még ez a Kodály hullám, ez még talán épp a tetőfokán, vagy erős volt, igen. És lehet már nem a tetőfokán volt, de hogy még azért erős volt, és aztán egy kicsit leszálló ágban érzem. Ettől függetlenül most is vannak nagyon ügyes gyerekek az én kezem alatt is, ott a gimnáziumban, ahol tanítok, de nem gondolnám, hogy ugyanazon a fordulatszámon tud működni, mint annak idején volt. De biztos vagyok benne, hogy az, hogy én zenész lettem, az onnan indul, hogy óvoda, hogy aztán a Kodály iskola, a énekzenátus iskola, és akkor az a rengeteg kórus, a rengeteg együtténeklés, hogy nekünk a nyár is erről szólt, hogy nyári tábor. Úgy jöttem haza onnan, hogy egyrészt minden versenyanyagot, amit a következő időszakban valahova külföldre egy versenyre vittünk, kívülről belülről tudtam, és szólamvezető voltam, a saját szólamomat is tanítottam, a saját korosztályomat is tanítottam effektíve. De annyit énekeltünk, hogy már beszédhangom se volt, de hogy ez akkora élményanyagokkal van tele a gyerekkorunk nekünk, akik ilyen iskolákba jártunk, hogy szerintem ez pótolhatatlan. Meg hát az egyébként szerintem, hogy az egyik legjobb dologgal foglalkoztok. Tehát szerintem ugye jól megfogalmazták annak idején, a zene nélkül mit érek én. Uh-huh. Pont a kislányommal beszéltük egyik nap, hogy anya, szerinted, hogyha nem lenne zene, akkor milyen lenne az élet? Uh-huh. És hogy így tök egy igaza van, mert mi sem tudunk létezni anélkül, ha beülünk az autóba is rádiót hallgatunk, illetve zenét hallgatunk, otthon is mindig szól valami zene.
Úgyhogy nektek azért azt gondolom, hogy egy örömöt is jelenthet maga az a munka, amit csináltok, mert ezt csak ebből. Hát én töltekezem belőle konkrétan. Uh-huh. Tehát amikor tényleg valami zenével, népzenével, gyerekjátékkal kapcsolatos foglalkozást vezetek, akkor annyi energiát kapok ott, hogy abból lehet robbanni. Uh-huh. Anna, hát te is zenepedagógusként is, meg hát te is azért járod az óvodákat is, meg sok helyen megfordulsz, azért neked is erről szól az egész életed. Ez így van. Nem tudom, talán a Kriszta elbeszéléséhez visszacsatlakozva, én kicsit sajnálom azt, hogy anyukám nekem kiskoromban rengeteg népdalt énekelt. Sokszor indultam népdaléneklési versenyeken, de ott, ahol felnőttem, nem volt népzenei tanszak. Így hát én nem választhattam a népi hegedűt, így adódott az én életembe az, hogy a klasszikus hegedű vonalán indultam el. Ettől függetlenül ebből egy percnyit sem bánok, és nagyon csodálatos élményekkel gazdagodtam ezáltal, tehát ezek a nyári táborok, nyári zeneakadémiák, külföldi utazások, tehát számtalan helyre eljuthattam a világon, amivel azt gondolom, hogy a zene nélkül bepillantást sem nyerhettem volna. Többek közt ez is összeköt bennünket az Évában, hogy én is 4 hónapot voltam Japánban, ő is elég sokat volt, azt hiszem, Japánban. Tehát, hogy ilyen tanulmányok nélkül szerintem esélyem nem lett volna. Kicsit sajnálom a népzenei vonalnak a hiányát, talán azért, mert otthon nagyon sok szép élmény köt ezekhez, vagyis tehát a nagyszüleim ezzel foglalkoztak, ez volt az ő, hát nem hivatásuk, de hát mégis az életüknek egy ilyen kerekebbé tevő elfoglaltságuk, hogy a munka után ezt így, ha hazamentek, akkor együtt muzsikálhattak, és együtt volt a család. Nekem a férjem ugye szintén zenész, a lányom már 12. éve jár a zeneiskolába, tehát igen, anyósom is énektanár, 40 évet végig tanított énektanárként, úgyhogy igen, az egész családunk muzsikál, ahogy csak tud. Kicsit akkor jobban menjünk bele, mert most már sokat beszéltünk a tevékenységeitekről, de hogy mi minden az, amivel foglalkoztok egyébként, és gondolom, hogy akkor hobbi szinten is most már mindeneteket ez bejárja. Szóval, hogy egyébként, és még a kérdést hozzátenném, hogy nálatok mi zúd? Tehát, hogy a sok minden mellett egyébként, hogy vagytok, mi újság van veletek? Kezdjük, mondjuk akkor Krisztával. Velem? Jó. Hát én alapvetően tanító vagyok. Az énekzenei általános iskolában énekzenei osztályközösségeket nevelek így 4 éves ciklusokban, és hát most ez már 8. kis csapat a kezem alatt. Nagyon aranyos gyerekekkel hoz mindig össze a jó sors, nagyon kedves és együttműködő szülőkkel. Ezt egyébként az egész eddigi életutamra elmondhatom, hogy a legelső osztályomtól a jelenlévőig mindig nagyon örömmel vettem a szülőket is, gyerekeket is. Nem volt soha, úgy gondolom, hogy olyan megoldhatatlan konfliktusunk, ami gátat szabott volna akár nekem, vagy a gyerekeknek. És ez egy ilyen szép hármas, ami jól tud együttműködni. Tehát ez az alap. És akkor erre jön rá a táncos létem és énem. Nagyon-nagyon sokáig voltam aktív néptáncos, én siófoki eredetű vagyok, és akkor kezdtem ott. Éppen most lesz 60 éves a Balaton Tánc Együttes, ahova most újra hétvégi próbákkal visszajárok, és akkor ott is lesz egy közös műsor majd decemberben, aztán az Alba Régia Tánc Együttes, és akkor ott talált meg a feladat, hogy a gyerekjátszó táncházakat vezetném-e. Nagy generációváltás volt, és akkor így kaptam meg ezt a feladatot, de nagyon örömmel viszem ott is a táncházban a gyerekjátszókat, meg a Szettevette zenekarral. Hát, hány éves az Andi lányom? 22, lassan 23. Úgyhogy az ő születésétől datálóan vagyok gyermektáncházak vezetője. És akkor azt szoktuk beszélni a Zsófékkal, hogy gyakorlatilag nincs olyan Fejér megyei intézmény, tehát nem is település, hanem azon vagy óvoda, vagy általános iskola, ahol ne jártunk volna. Tájolónak hívjuk ezt, és akkor visszük a népi kultúrát, a gyermekjátszókat pályázati keretekben leginkább. És akkor így ezek így nagyon kiteszik a napjaimat egyébként. És most már újra visszatértem a színpadra is, mint néptáncos, és akkor a szenior táncegyüttes sorait erősítem én is, az Alba Régia Táncegyüttes szenior csoportját. Egyébként ezt is nagyon szeretem, hogy ott azért idősebbek is vannak nálam, nagyon jól össze lehet velük dolgozni, meg újra egy picikét viseletbe bújni, színpadon lenni, szerintem azért az nagyon hálás dolog.
amikor adhatsz a közönségnek, és akkor onnan is visszakapsz szeretetet. És akkor emellett van még igen ez a konferálás, amit említettél, azt is nagyon szeretem, a királynapoknak szoktam a házigazdája lenni leginkább, meg azért városi eseményekre is kaptam felkéréseket itt-ott-amott, és azt is olyan jó szívvel, lélekkel csinálom. És akkor emellett anya vagyok, háziasszony. Ami nem kis feladat. Ami szintén csak nem kis feladat, igen. Most így a konferálásra visszatérve, azért a Néptánc Fesztiválon való konferálás, az szerintem nálad hitelesebben senki nem tudná csinálni. Tehát, hogy olyan hát szinten... köszönöm szépen. Tehát, hogy én például, ha engem kérnének fel, hát most ott állnék, persze, hogy fölolvasom, ami oda van írva, vagy elmondom nagyjából, de hogy azt, ahogy te mondod ott, aki ennyire benne van, szerintem ennél jobban nem lehet ezt csinálni. Úgyhogy köszönöm. Ehhez külön gratulálok. Náladok, Mizu, ha megtartunk. Azért egy szóval szeretnék visszakapcsolni a Krisztára, hogy azt mondta, hogy a nyolcadik kis csapat, akit kivisz most, vagy hát viszi őket, nem tudom, másodikasok, hogy azért nagyon sok ember az. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy nem tudom, 32 fős osztályokról beszélünk, gyerekenként mondjuk, tegyük fel két szülő, mekkora tömeg, és nem azért cukik ők meg aranyosak, mert ez a rengeteg tömeg, ez teljesen véletlenül nagyon cuki meg aranyos, hanem mert az ő személye ez generálja, szóval, hogy azért... Én nagyon hálás vagyok, hogy hozzád kerülhetett a Luca annak idején, úgyhogy ez egy sikersztori volt. Mondjuk mind a két lányom kapcsán sikersztori volt, akkor ennek nagyon örülök. Én per pillanat mit csinálok? Ugye ez volt a kérdés. A Ciszter gimnáziumban tanítok énekzenét, és 12 évfolyamos iskoláról beszélünk. Az utolsó két évfolyamban nincsen már énektanítás, de azért 5. osztályosoktól 10. osztályosokig heti egy énekórával óriási tömeg, óriási létszám, akiknek a zenei fejlődésért, vagy zenével való kapcsolatáért én vagyok a felelős, és ezt nagyon nagy súlyú feladatnak élem meg. Van közösség, akikkel jobban sikerül, meg van év, amikor jobban sikerül, van, amikor kevésbé, ez teljesen hullámzó, mert nagyon sokfélék vagyunk, én se tudok mindenkihez pozitívan kapcsolni feltétlenül, meg ők is van, akit szeretnek, tanárt van, akit kevésbé. Hát ez olyan dolog, hogy örülünk, ha sikerül, és ha nem sikerül, akkor igyekszünk nem, hogy mondjam, egy terhes tevékenység lenni a rengeteg tanóra között, hanem egy élményanyagot szeretnék nekik átadni. Tehát, hogy ez a célom. Ebben az óriási létszámban egy majdnem 800 fős iskoláról beszélünk. Működik egy vegyeskar, és működik egy általános iskolai korosztályra kitalált gyermekkar, és ennek különböző kombinációi. Van, hogy csak fiúkar, van, hogy csak lánykar, van, hogy hangszeres együttest csinálok belőlük, de nagyjából megvan az a kis csapat, akik szeretik a zenét és szeretnek énekelni, mert ugye ez nem ugyanaz, hogy hangszere játszunk vagy énekelünk. Az éneklés, mint tevékenység egyre kevésbé természetes dolog, és az, ahogy a néptánc csapatokban sokan együtt, telitorokból, egészséges énekhangon el tudnak énekelni egy népdalt, ez az éneklési mód, ez nem működik a kórusban, mert visszafogottabban, mert finomítunk rajta, mert még így, mert még úgy cizellálunk rajta, és már elveszti a stabilitását a gyerek, és ha nincsenek azok az alapok, amiket a Kodályból esetleg hozhatott volna, de nagyon sokan nem hoztak, vagy jártak a Hermann iskolába, és megvan a szolfés alapjuk, ezek a bizonytalan gyerekek, ezek elveszítik a stabilitást tényleg, és nagyon nehéz őket megtartani. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen kemény pszichikai munka, hogy úgy mondjam, hogy tanítsak nekik, de ne vegyem el a kedvüket, élvezetes legyen, élményanyagot adjak, de én is élvezzem, nem tudom, ki tudjunk állni emberek elé, de ne egy lebutított, nem tudom milyen zenével, hanem az én múltamhoz méltó dolgok legyenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon ilyen gondolkodós minden egyes tanév. Azt hiszem, hogy sok mindent szerettem volna lenni, tehát én nem feltétlenül akartam egy általános tanterű gimnáziumban tanítani, de így alakult az élet, és azt gondolom, hogy viszont abból megpróbálom, és talán sikerül is kihozni a maximumot, és ezt élvezem, hogy nagyon, nagyon jó dolgokat tudunk létrehozni ezekkel a gyerekekkel. Hát ez nagyon sok idő egy-egy napomból, tehát a 24 órán belül ez egy hatalmas nagy szeletet kikanyarít, mert ennek rengeteg előkészítő munkája van, meg külön próbák, meg bennmaradni utána, kicsit gyakorolni, nem tudom mi. És ehhez jön hozzá az énekegyüttes, a Muzikolóra énekegyüttes, akik így hatan, most már sokadik éve, 2014 óta működünk, tehát lassan 10 évesek leszünk. Itt a városon belül is aktívan igyekszünk mindenhol jelen lenni és énekelni, templomi koncertek, vagy könnyű zenei előadások.
színházi produkció kísérője, egy csomó mindenbe szeretünk így bele-bele kóstolni, nem akarunk lecövekelni egy stílusnál, vagy egy műfajnál, hanem amiben csak belefér az, hogy így hat ember énekli, abban így szeretünk részt venni. És lehetőségünk volt elmenni külföldre már kétszer, és mind a kettő távol-keleti volt, az egyik Shanghai volt, a másik pedig Japán, és mind a két úthoz Anna segített az alapítványon keresztül, támogatott bennünket, úgyhogy... Köszönöm szépen! Nagyon szépen! Hihetetlen, hogy mi minden összefonódik. Nagyon-nagyon sok szálon függünk, igen. És az, hogy én nekem a tanítás mellett maradjon énekhangom, erre külön energiákat kell fordítani, úgyhogy én járok a Herman iskolába, mint felnőtt, magánének órákra, és az is már sokadik éve, hatodik, hetedik éve, hogy hangképzésre járok, és mivel a hangom karbantartása az egy nagyon jó szakember kezében van, ezért tudok még mindig színpadra állni és énekelni, mert ez másképp nem működik. Ezen kívül, ahogy az Anna említette, ez a Japán, ez valóban az én életemnek egy nagyon nagy szerete volt, 10 évig éltünk Japánban. Úgyhogy a japán nyelvtudásom kapcsán nekem az, hogy japán nyelvet tanítok magyar gyerekeknek, de nem mondtam nagy hülyeséget, mindjárt mondom miért. Szóval, hogy a nyelvtanítás is egy picikét ott van, és ezen kívül van egy kórus, a Szent György Kórház kórusa, ahova időközönként megyek énekelni, meghívnak szólistaként, vagy egy kicsit segíteni énekelni. Nagyon szeretem azt a közösséget, és szeretek velük énekelni. Ez minden héten nincsen, és minden hónapban sem feltétlenül van ez a fellépés, vagy fellépési alkalom, de ők is egy nagyon fontos része az életemnek. És a japán gyerekeket azért bukott ki a számon ez a japán gyerekek, mert időközönként megjelennek japán cserediákok a Ciszterben. És ezek a gyerekek, ezek általában hozzák a japán kultúrában ismert Kodály módszer szeretetet, hogy ők énekeltek kórusban, és beszoktak állni énekelni a kórusba hozzám, és akkor ott a kórus előtt én mondom magyarul, japánul, hogy innen megyünk, onnan énekeled, hangosabban, halkabban. Van, hogy japán darabot énekelünk, azért, mert ott egy japán diák elmondja a kiejtést, akkor ez egy ilyen kis kultúrsokk a magyar gyerekeknek, hogy úristen, ez milyen ez a nyelv, tehát hogy ez így nagyon izgalmas dolog, de azt gondolom, hogy így kerek az élet. És akkor én is ugye feleség, anyuka vagyok. Nincs is ennyi óra a napban. Nem tudom, ugye, hogy ez néha így, hogy kér belőle. Érzem. Hát igen. Most ezt elhallgatva, igen, és közben számos kérdés merült fel bennem rögtön, de azért szerintem az, hogy egy énektanárnak énektanárhoz kell járni, na hát én ennél megdöbbentőbbet nem is hallottam. Muszáj. Még komolyan. Muszáj. Tehát, hogy azért, hogy karban tartsd a hangodat, mert hogy én felnőtt fejjel kitalálnám, mert világéletemben egyébként ez egy ilyen zárójeles titkom, hogy én nagyon szeretnék énekelni, nem tanulni. Nem mondjuk el senkinek, jó? De senkinek. Maradjunk köztünk. De hogy tényleg, mert hogy mindig tényleg azt mondják, hogy olyan jó beszédhangod van, és hogy akkor biztos olyan jó az énekhangod, és egyáltalán nem jó sajnos, és mindig mondják itt, nézek az operatőr kollégára, mindig imádkoznak a szerkesztőség, hogy légy, ne énekeljetek. De nekem ez egy ilyen titkos vágyam, hogy egyszer úgy megtanulnék énekelni, de tudom, hogy tök fölösleges lenne, úgyhogy... De hogy veled foglalkozni kell? Na mindegy, jó, ezt eltettem magamnak információként. És eszembe jutott az évével kapcsolatban egy emlékem, hogy még nem ez voltunk vicces, így... Ez a vicces sztori? Nem, ez egy teljesen hétköznapi emlék, hogy még én nem ismertem őt, és a legelső koronázási játékokban énekeltél a Vadászi Barbival. Uh-huh. És mondom, ki ez a gyönyörű szoprán hang? László Évi. Ki az a László Évi? És akkor egyszer csak, mint anya, meg ott megjelentél nálunk. De hát az egyébként a mai napig itt van bennem, hogy ő akkorát énekelt, hófehér ruhában bolyulták középen, és ez volt, nem tudom, mikor volt az első koronázási ceremónia. 12-ben. Nekem az is egy nagyon jó emlékem egyébként rólad, amikor már pandémia volt, és nem tudtuk megcsinálni a Zene Világnapját ilyen nagy körülmények között, igen, ahogy szoktuk. Szerintem ez egy ilyen, most tavaly meg tavaly előtt volt, akkor az előtti év lehetett, és olyan jó volt az, amit ott énekeltetek a Városháza dísztermében, szerintem ilyen mai slágerek lehettek, vagy nem is tudom, mi volt hirtelen, de hogy olyan annyira jó hatása volt, hogy én így ki sem akartam onnan menni. De persze számos alkalommal lehetne ezt még mondani, csak hogy az ott akkor nekem így annyira... És ami a nagyon durva pillanat volt szerintem mindannyiunk számára, a mostani világnapon ez a Bodza virágének. Hát ez szép volt. Hát én kész voltam, ott végén volt. Akkor ott volt a szerző. Tehát nagyon az egész szép, nagyon szép dolog volt. Ez, igen, és még mielőtt, majd miután te is azért még hozzácsatlakozol ehhez a gondolatmenethez, utána szeretném egy picit arról beszélnénk röviden, mert szerintem a műsoridő nem lenne rá idő,
vagy elég, de hogy szerintem, hogy látjátok majd ezt, gondoljátok addig át, hogy azért a mai gyerekek, mert most mondtad, hogy szerinted nem annyira olyanok már, de szerintem ez meg, én azt gondolom, inkább családfüggő, vagy nem tudom. Tehát, hogy a mi időnkben, vagy az én időmben még például, én nem is nagyon hallottam, úgy nagyon kevés volt az a gyerek, aki hangszeren tanult, vagy aki így járt. Azt tudom, hogy egy-kettő volt, aki járok szolfézsre, járok zongorára, annyiféle hangszeren nekem a saját generációban nincs emlékem, hogy annyira tanultunk volna, vagy érdekelt volna minket, vagy nem tudom, és valahogy egy kicsit olyan ciki volt énekelni. És most azt veszem észre ezeknél a gyerekeknél, az enyémeknél, például meg az ő generációjuknál, hogy őnekik meg már ez olyan természetes velejáró, hogy zenére kell járni, tanulni kell énekelni. Otthon is az van, hogy állandóan énekelünk, a kocsiban is, mondjuk ott senki nem hallja rajtunk. Ott lehet jó hangerővel. De hogy az éneklés, nekik nem ciki. Én azt veszem észre, de majd beszéljünk erről egy gondolatot, de még azért nálatok bízunk. Hát nálunk a zeneiskolában tanítok hegedűt, azt egész állásban, és akkor hát emellett jön a rengeteg sok minden, amit csinálok. Elsősorban az említett Állos Edit alapítványt vezetek, annak keretében pedig rengeteg kisebb projekttel próbálom kiegészíteni. Mind az alapítvány, mind a zeneiskola, mind akár Fehérvárnak a zenei életét. Gondolok itt elsősorban talán a szívem csücske az a zeneóvis foglalkozások, amiket nagyon szeretek hétről hétre Janó bácsival közösen megcsinálni, nem túl szép szóval. De emellett azért fontos megemlítenem, hogy a zeneiskolában is egy kedves kolléganőm, Végvári Köves Melinda ugyanúgy zeneóvis foglalkozásokat tart, ő mint fejlesztőpedagógus is, óvónő is, fagott művész is, tehát hogy ő is nagyon sokoldalú pedagógus. Az alapítvány keretében meg a Tücsök zenekar, amit nagyon szeretek vezetni. Ennek ugye az lenne az értelme, hogy azok a gyerekek, akik a törvényi előírások miatt még szolfézsórát látogatnak, de nem vehetnek részt, általában nem tudnak időhiányában, vagy valami oknál fogva részt venni, vagy egyáltalán a tudás szint elérésének a hiánya miatt a nagy vonós zenekarban részt venni. Ezért nincsen olyan közös órájuk, hangszeres közös kamarazenei órájuk, amin részt vehetnének. Így elindítottam egy kis Tücsök zenekart, ahol a legkisebbek együtt prüntjögnek. Mert hogy hát azért mégis azért jól esik a kicsiknek is az, hogy közösen együtt vannak, közös élményeket szereznek, és egyáltalán a zenekari órának az alapjaival egy picit megismerkednek. És mire oda kerülnek Balázs bácsihoz, a Muzika Bella vonós zenekarba, addigra már egy sokkal gazdagabb tudással rendelkeznek. A többi program az általában függ az elnyert pályázatoktól, úgy, ahogy a Krisztályéknál is, ami most már harmadik alkalommal sikeresen zajlik az a játszunk-játszunk valamit, amiben népi hangszereket mutatunk be Janó bácsival egy mesefeldolgozása keretében általános iskolai, vagy pedig óvodás kisgyermekek részére. Hát ezen kívül, ami az én életemet kitölti, az nem más, mint maga a pályázatírás. Én szerintem lehet, hogy pályát tévesztettem én magam, nem tudom, de hogy alapvetően valahol ez a két világ közt van, valahol a kicsit a reál oldal, meg a művészi oldal között. Tehát, hogyha veszem a zeneiskolai pedagógus kart, ha úgy tetszik, akkor ott azért többségében mégiscsak művészi beállítottságú emberek dolgoznak. De az, hogy valaki összeállítson egy pályázatot, ahhoz mégis egy másfajta attitűd kell, ami rengeteg dokumentációval és egyéb utánajárással, áttekintéssel jár. És hát most én vagyok az a szerencsés, aki ezt elnyerte. Nem, így van, én ezt szeretem csinálni. Tehát az az igazság, hogy valahol tényleg én ebben megtaláltam a helyem, és nagyon szeretem. Főleg azt, hogy segíthetek ezzel. Talán itt ez az oldal, ami engem folyamatosan motivál, hogy tudom, hogy ha én ezeket megírom, és hogyha eredményesekké válnak, akkor lehet, hogy nem az én általam vezetett program, hanem valakik, akik a zeneiskolában egy-egy programot megálmodnak, azok létrejöhetnek.
De ezen kívül azért fontos megemlíteni, hogy számos órámat eltöltöm az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hangszerbemutató programjával, és hogy például most zajlik éppen a rezes hangszereknek a bemutatása a Gombaházi Zengő Manó újabb kalandozásai nyomán, és itt a klasszikus zenekari hangszercsaládokat mutatjuk be, és ebből az előadásból is 30 előadás körülbelül az, ami zajlik. Úgyhogy ezek mellett még ott van egy érettségiző lányom, és aki hát igen, számos kérdésével és felvételi előtt és minden mellett, tehát zajlik az élet okay. nálunk is. Mit tudok az Annához még egyet egyébként, ha már nem a zeneiskolában vagy, meg nem a zenemanó, meg nem a semmi, akkor az hol szoktál járni? Hol szoktál járni? Ami egyébként összeköt bennünket. Igen, így van. Jó, én nem tudom, és hogy mire gondoltok, de hogy engem minden összeköt. Én tudom. Tudom. Na mondd ki, vagy kezdjük így adagolni. Én csak biztos annyit vagyok, mondok, hogy kék. Országos. Igen. Kék túra. Tudtam. Akkor összeraktuk. Mert ez is, hogyha véletlenül rájön. És hol tartotok? Mi képzeljétek el, hogy Dörzsönynél járunk már, tehát gyakorlatilag az Irotkőig 30 kilométer nekem még hiányzik. De onnantól egészen a Nógrádi Ősagár, tehát körülbelül 700 kilométer van a lábunkban. És akkor onnan nálunk még már azért... 800 kilométer van. Hát felnézek rá. De a vége a legnehezebb. És most az ott azért cikázós nagyon, fölle az északi középhegység. Úgyhogy még ezt azt is tudjuk tudom, egymással. Hogy erre mikor szakítottok időt ezek után. Most nagyon nehéz. Nekünk a Covid idején indult ez meg. És akkor rengeteget tudtunk menni, most sokkal nehezebb összeegyeztetni, hogy jusson idő, mert most olyan messze vagyunk, messze hogy oda van. Már csak úgy érdemes elmenni, ott is alszunk egyet. De valószínűleg, hogy ezeknek a tevékenységnek, hogy egy tanteremben sok emberrel dolgozunk, ennek az ellenpólusa az, hogy a szabad tér és a természet. Igen. És mi ennek az eredménye? Ez, hogy nyugodtak vagyunk. Az is. De hogy sajnos beiratkoztam egy újabb iskolába. Mibe? Túravezető? Nem. Hát? Gombaszakértő. Te gombaszakértő. Hogy hívják a manót? Gombaházi. Gombaházi. Ez visszaköszön állandóan. Jó, én digitális kultúra tanfolyamra megyek. Nagyon jól van. És állandóan szerintem ez is összeköt bennünket, hogy folyamatosan tanulni szeretünk. És megújulni. Egyébként ez is ott van, tényleg. Hogy nem? Én egyetemre járok, úgyhogy. Akkor az is ott. A Sikeres Nők műsorát látják, kedves nézőink. Tehát most tessék megnézni, hogy azért vannak olyan hölgyek, akik az élet minden területén helytállnak, és még mindenre is jut idejük. Hogy osszál be 24 órát, úgyhogy 48 legyen igen. belőle. Szerintem tanácsokat lehet tőletek kérni. Akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit erre a kérdésre, amit az előbb elkezdtünk boncolgatni, de nem lesz túl sok időnk most erre, mert még szeretnék sok más mindenről beszélgetni. De ugye erről mit gondoltok? Mert én ezt most csak laikusként mondtam, amit mondtam az előbb, de nyilván ti, mint pedagógusok vagy zenével foglalkozók, azért ezt jobban látjátok, hogy mekkora keletje van ennek ma zenének, néptáncnak. Nálam a tudatos szülők jönnek. Én azt gondolom, ott, ahol a családi háttér fontosnak tartja a kultúrát beépíteni, a művészeteket, a szépségnek az átadását, az igényességet, a minőséget. Ott, ahol ezek a szavak megjelennek, ott biztos vagyok benne, hogy megtalálják azt a városi kis csoportot, foglalkozást, koncertet, bármilyen táncházat, ahol ők jól érzik magukat. Lehet, hogy több helyen kipróbálják magukat, amivel nincs baj, hanem hogy egyszerűen keresik és meg fogják találni. Azt, hogy ennek most mekkora a keletje, hát az egy érdekes kérdés lett. Őszintén leszek, én ezt biztos, hogy nem tudom személy szerint felmérni. Nem is tudnám megmondani, hogy ez most növekvő vagy éppen ereszkedő irányba halad-e. Én azt tudom, hogy a zeneóviba, ahol megkeresnek külsős családok, érdeklődők, az nagyjából tartja azt a létszámot, ami évről évre jellemző. Éva, te mit gondolsz erről? Mert máshonnan indultunk. Én meglepődtem ezen a véleményeden, vagy ezen a meglátásodon, mert én nem így látom, de lehet, hogy kicsit pessimistán fogom fel, mert szóval, hogy annak idején, amikor mi gyerekek voltunk, nyilván sokat tanultam arról a korszakról.
de azért csak a gyerek emlékeim vannak meg arról az időszakról, és hogy én úgy gondolom, hogy ott volt egy nagyon magas színvonal, már a gyerekeknek a Kodály iskolában való éneklése nagyon-nagyon magas színvonalon működött, és volt a többi iskola, ahol nem volt ilyen magas színvonalon az énektanítás sem, de hozzátenném, hogy ott is voltak olyan szaktanárok, akik mondjuk két szakos tanárok voltak, ének és valami ének, matek, ének, testnevelés, nem tudom, és ott nem olyan magasan ment az ének, egyébként is csak heti egy vagy két énekóra volt, nem pedig naponta egy énekóra plusz még a kórusok, tehát nyilván ott már egy ilyen nagy különbség volt. Most viszont az énekes iskolákban, a Kodály iskolákban maradt meg a sok énekóra, de mindenhol máshol lecsökkent egyre, és olyan magas többi tantárnak olyan magas lett az óraszáma, meg az igény szintje, meg az elvárás, a kimeneti elvárás, hogy nagyon sokszor az énekóra helyett is matek van, töri van, magyar van, és mondjuk ötödikes gyerekek megjelennek nálunk a Ciszter iskolában, és azt mondják, hogy soha életükben nem volt még énekórájuk. Mondtam, hogy hozta az énekfüzetet megnézni. Igen. Ja, nekünk nem volt olyan, mi soha nem írtunk aztán semmit. Mindent. Mondjuk el az ABC-sanok, hogy ja, mi olyat nem tanultunk. Akkor a szolmizációt, az micsoda? Tehát én azt gondolom, hogy ezért ez nem. Uh-huh. És az, hogy az énekléshez más a hozzáállás, annak nagyon sokszor talán a tévés show műsorok, uh-huh. meg a... Ezt akartam. Uh-huh. Ezek a... Nem tudom, amikor bárki bármit énekelheti, és hurrá mindenki előre, egy bizonyos szempontból nyilván nagyon jó, mert énekeljünk bátran, de én nem ezt tapasztalom. Tehát én bárhova megyek, és előadóként megszólítom a közönséget, és énekeljünk együtt, jaj, ne! Szóval, hogy ez a reakció, hogy hú, én nem szeretném, meg ez ciki, meg ez nem természetes tevékenység, ezt látom én inkább. Uh-huh. De ha nem így van, hogyha a gyerekek közösségében azért az éneklés mégiscsak egy ilyen menő valamivé vált, az tök jó dolog, csak a minőségi éneklés az, ami Kodály országává teszi, bár mondjuk ezt a szlogent én már nagyon nem szeretem, de szóval, hogy ezt, hogy énekeljünk klasszikus dolgokat, énekeljünk kórusműveket, ez már nem úgy működik, mint régen szerintem. Uh-huh. Ha már említetted ezeket a tehetségkutató műsorokat, egyébként te nézed? Vagy ha belenézel, akkor nem. Tehát, de mondjuk, ha végighallgatnál egyet, akkor ezt mennyire szakmai szemmel hallgatnád? Vagy egyszerűen nagyon, csak az, hát nem tudok kibújni. Másképpen nem lehet valószínű. Másképp. Uh-huh. De például, bocsánat, csak egy gyors, van egy baráti társaság, úgy hívják őket, hogy Full Moon. Uh-huh. Ez egy nagyon híres énekegyüttes, öt fiúból áll, és az én egyetemi kori barátaimból áll. Ők Budapesten is, alapvetően szegediek voltak, és aztán Budapesten is működik már az együttes, és nagyon sok fesztivált szerveznek, nagyon sok útjuk van, rengeteget énekelnek, rengeteget vannak színpadon, és egy pár évvel ezelőtt a Dalban ők voltak az egyik műsorszám, és egetverően jó volt, amit ott előadtak. Tehát ez egy a cappella együttes, olyan dobogó volt a lábuk alatt, amin, ahogy dobbantanak, óriási hangot ad, testdobolás volt, a mikrofon nyilván fölvette azt is, énekeltek, volt egy port rajtuk, az énekhang, a dobolás, a láb, a különböző effektekkel együtt, ez egy olyan megszólalás volt, mintha egy nagy zenekar szólalt volna meg, de ez öt férfi hang volt. Nem tudtak nyerni, mert az öt férfi hangot hogyan állított ki egy ország színeiben, mint egy darab szólista énekes? Nem tud kérteni. Tehát itt mindenféle háttér dolgok működnek, meg van az egész koreografálva, és én ezt látom, amikor nézem a tévében a show műsort, és nem tudok kibújni a bőrömből, szóval nekem ez nekem nem ad. Megviszi a show tartalmat, nem? Tehát tudom, hogy mi működik a háttérben, igen. És már nem tudom élvezni. Azt hiszem, hogy pont vagy tavaly előtt voltak itt a adventkor, és igen. Akkor a tapsot kaptak, igen, és tavaly. Annyira nem akart elmenni senki a színpad elől. Mindenki, már minden járók elől megállt, és igen. Fú, nagyon jó volt. Igen. Visszatérve a felvetésre, egyébként én is azt érzem, amit az Évi, hogy ma az éneklésnek nincs akkora keletje, mint régen volt. A pályám elején többszörös túljelentkezés volt a gyerekek körében az énekzenei általános iskolában, ami nem énekművészeket nevel, de hál' Isten az is kikerül belőle meg zeneművészek, hanem énekzenével nevelünk, lelkületet adunk, érzéseket adunk, sok mindent közvetítünk. Most ez már egyáltalán nem jellemző. Tehát most is van azért bizonyos évfolyamokon nagyobb jelentkezés, de mellette elviszi a nyelvtanulás, elviszi az informatika, tehát más már a központi kérdés a családokban sem, mint az, hogy énekelj a gyermekem, hogy a te lelked azért jól legyen. Sokkal több minden előrébb került és fontosabbá válik, mint ez. Holott én azt gondolom, hogy egy kisgyermeknek nincsen fontosabb, mint az testi érintés, a ritmikusság az életében, és az, amit mondjuk egy gyermekjáték mondóka ad, az az alap, és arra aztán rá lehet építeni a többi zenei, énekzenei irányultságot.
ettől szerintem fontosabb nincsen, de nem vagyunk egyformák. Úgyhogy én is azt érzem, hogy ciki énekelni, és ezt tapasztalom is akár gyermekjátszó táncházakban, hogy olyan nehéz rávenni a gyerekeket is, hogy de bátran énekeljél, és a szülői közeget is, hogy gyertek, segítsetek, csináljuk együtt. Én csak ott egy kis segítő valaki vagyok, te játszál a gyermekeddel, fogd a kezét, énekeljél, táncoljál vele, hogy ez is egy hosszú nevelési folyamat, de nem adom fel. Nem adom fel. No, beszéltünk már így azért mindegyőtöknek, már egy kicsit szeletkéjét láttuk, hogy honnan jutottatok el idáig, ahol most vagytok, de picit azért foglaljuk össze mindegyőtök esetében, itt azért vannak családi hátterek és indítatások és minden egyéb. Anna? Hát összefoglalóan, alapvetően én továbbra is szeretném azt csinálni, amit eddig, tehát hogy igazából a hegedű tanítás adja az alapját az életemnek, kiegészíti ezt a zeneóvoda, a tücsök zenekar és a pályázatírás. Na de honnan jött a zene egyébként az életedben? Mert ugye beszéltük, hogy a családi háttér, pedagógia. Hát pedagógus. Alapvetően onnan jött, hogy a családban maradt egy kis feles szegedi hangszer. És egy karácsonykor ezt kaptam a szüleimtől ajándékba, hogy ők ezt felújították. És mint kiderült, ez a dédapámé volt, akik ugye egy családban, ők egy Gáspár család, akik együtt muzsikáltak, ők egy ilyen kvázi, talán ma egy etalon a népzenei tanszak részére a Zene Akadémián, amikor megemlítik, hogy és igen, volt egy Gáspár vonós család, akiben testvérek tehát a prímet, a szekundot, a brácsát és a nagybögőt egy családban egy vonós zenekar alkotta. És tőlük megmaradt egy ilyen kis hangszer, még a bukovinai menekülést követően, ezt én megörököltem, és valahogy 10 évesen, bár szerintem nagyon későn, de beirattak anyukámék a zeneiskolába, és ennek, hát ez lett a kifutása. Mi mindent kellett ez végigjárnod, hogy ideig eljuss? Hát sok mindent, sok örömet és sok küszködést is. Nyilván mindazok, amikről meséltem, tehát az utak, a társak, akár a zenésztársak megismerése, a kapcsolatok, a család, mert a férjemet is a Zeneművészeti Egyetemen ismertem meg, tehát ezek a szépségek is innen erednek, ugyanakkor hát nyilván volt a pályának egyfajta kicsit küzdelmesebb része, hogy mindehhez azért nagyon sok órát végig kell gyakorolni, hogy eljuthasson idáig az ember. Meg iskolákat. Kicsit hát, így meg munkahelyeket. Itt most én nem akarom felsorolni, de aki akar, utána nézhet, hogy tényleg rengeteg, és mindegyőtöknek így végig lehetne nézni, hogy mennyi mindent tanultatok, és mennyi minden van a háttérben. Hát rengeteg tanulmányt, tehát hogy elvégeztem nyilván a Zeneművészeti Főiskolát, egyetemet, ezt kiegészítette később, rögtön fél évre rá beiratkoztam és elvégeztem a művészetterápia szakon, a zeneterápia kiegészítést, de szakvizsgázott mentorpedagógus vagyok, de népi játszóház vezető képzést is végeztem, és még sorolhatnám a sok-sok-sok továbbképzést is. Éva, nálad? Akkor nálad is pici korodban indult. Igen, igen, igen. Szeretet. Egyébként nálunk nem volt zenész a családban. Az volt az anekdota, hogy az apai ágon, tehát az apukámnak volt valami zenei vénája, és hogy ez valahonnan az ő, tehát az apai ágról örökölte, és valamennyit zongorázott, de rémesen lusta volt, úgyhogy ez nem ment. Egyébként is egy pesti jampi volt, úgyhogy inkább a színjátszás és ilyesmi. Tehát, hogy a színpad, meg az, hogy megjelenés és beszélni emberek előtt, ez szerintem egyébként azért így a családom, mert ez megvan. És valami zenekarban dobolt, meg szóval ez a zenei vonal, ez az apu részéről jöhetett. Meg az anyukám részéről a dédnagymama volt, aki nagyon szépen énekelt állítólag. És akkor ez lehet, hogy nálam kulminálódott ez a dolog. És kiválasztottak az óvodában, amikor az általános iskolába kerültem, akkor elég hamar Lovrek Károly volt az énektanárom, és megkaptam a nagyoknak a szóló szerepeit, amikor én is már a nagykórusba ötödikesként felmehettem, és akkor azok az énekesek, akik aztán valóban énekes pályára is álltak, azok az akkor ötödikes
hatodikas, hetedikes, nyolcadikas nagylányoknak a szólóit, amikor én megkaptam, hát ez egy óriási lépcsőfok volt, és akkor ez így vezetett tovább, úgyhogy Kodály iskola után a Horányi Otília keze alá Vasvári gimnáziumba, ott is ugye énekszak, és akkor ott is voltak ezek a szólók, éneklési lehetőségek, azért ezek így meghatároznak egy gyereket, aki egyébként én nem voltam kiemelkedő, ilyen jó tanulmányi eredményű, ilyen 4-es, 4-5-öd, valami ilyesmik voltak az eredményeim, de azért mindig volt valami, ami nehéz volt, leginkább a reáltantárgya. Nekem a pályázatíráshoz a rémálmom szól. Ez nem az én világom, és hát akkor egyértelmű volt, hogy éneklés és énekes pálya, vagy karvezetés pálya, mert a kórusvezetést is nagyon szerettem, és kinéztem magamnak, hogy az majd nekem milyen jó lesz, és minél messzebb akartam kerülni Székesfehérvártól, hogy talpra álljak, hogy lábra álljak, hogy magamra legyek, hogy kelljen ellátnom saját magamat, ne legyek itt a környéken, nagyon közel a családhoz, nem azért, mert problémás lett volna a kapcsolat a szüleimmel, hanem hogy minél hamarabb felnőtt lehessek, mondjuk így. És akkor ezért Szeged, énekkarvezetés szak, onnan pedig Pécs, énekkarvezetés szak, de egyetemi szint, és akkor innen vezetett az utam a Japánba, mert a férjem, aki matematikus, ő kapott egy ilyen kutatói állást egy kisvárosban, Japánban, és tulajdonképpen egy évre terveztük a kintlétünket, de ő, mint magyar matematikus, és én, mint magyar zenész, olyan jó lehetőséget kaptunk, hogy aztán az egy évből 10 év lett. És akkor hát karvezetőként, meg énekesként dolgoztam kint is, és ott születtek a lányaink, és amikor visszajöttünk, akkor egy évre a hazaérkezésünk után aztán a Ciszter gimnáziumban kaptam ezt az énektanári állást, és azóta is csomó olyan lehetőségem volt, ami fejlesztett, de én nem mentem el újabb és újabb szakokat elvégezni, bár engem nagyon érdekel a zeneterápia, tehát tényleg ez egy nagyon izgalmas lehetősége szerintem a zenetanároknak, meg az énektanároknak, hogy nem csak a tankönyv, meg a tananyag, amit a, mondjuk az elektromos naplóba bevezetünk, és az alapján tényleg haladunk is napról napra, óráról órára, hogy ne ahhoz tartsuk magunkat, hanem hogy a gyermek lelki állapotához, vagy a saját lelkünk adott pillanatához idomítsuk azt a zenét, és próbáljuk jobb irányba terelni saját magunkat és a gyermeket. Ez még azért így piszkálja a fantáziámat, hogy ez nagyon jó lenne, de szóval, hogy egyszer nem fér bele minden, és az előadó művészet az szerintem elképesztő módon leszívja az ember energiáit, azon túl, hogy fel is tölt, azon túl azért arra rá kell készülni, ahhoz ki kell állni, ahhoz energia kell, hogy az ember kiálljon sok-sok nagy emberen tömeg elé. Igen, tehát ott kell egy olyan tartásnak lenni, egy olyan erőnek lenni, hogy téged sokan néznek, egy csomó embernek a szemének, a tekintetének a keresztüzében állsz, mondjuk egy fricsai díjátadáson, hogy ott úgy tudják kimenni, hogy nem esel hasra, hogy ott úgy vegyed át azt a virágcsokrot, hogy nem borúgja a kezedből. Tehát, hogy ez egy csomó olyan dolgok, amiket így most így megfogalmazunk és nevetgélünk rajta, de ott, abban a pillanatban ott az egy koncentráció. Na mindegy, szóval nekem egyelőre nem jutott energiám arra, hogy én még valami sok-sok más szakokat elvégezzek, ami a zenével kapcsolatos, az nagyon érdekel továbbra is, és majd egyszer csak megjön az adott jó pillanat, amikor léphetek újra egyet. Most így el vagyok ebben a sok mindenben, ami most körülvesz. Krista, te hát, ugye már mondtad, hogy Siófokról. Igen, Siófokról jövök, de hogy került a családunk Siófokra, talán magyarázata annak is, hogy én miért lettem olyan, amilyen az édesapám. Egy nógrádi kisfaluból származik, igazi paraszt nagyszüleim voltak, úgyhogy talán a népi kultúra szeretetét én oda teszem, és hogy valamit tudok énekelgetni, az az ő családi vonaluk. És akkor, hogy a pedagógia meg hogy került belém, az meg édesanyám Ága, aki meg Vas megyei Celdömölki, és az ő családjukban volt pedagógus, nem az ő szülei és a testvére révén, de ott a keresztapja is, az ott van egy pedagógus vonal. És akkor édesapám, édesanyám Budapesten összetalálkoztak az orvosi egyetemen, és aztán költöztek Siófokra. És akkor kicsit hozok Nógrádból, kicsit hozok Vas megyéből, és akkor lettem így, ahogy lettem. Tehát valahogy innen ered ez belőlem a zene is, a tánc is, a pedagógia. De egyébként így nincs a családomban más. És a néptáncot azt mikor kezdted meg? A néptáncot azt egy osztálytársam kedvéért kezdtem el én is, mert ő már járt néptáncra, ott Siófokon, és akkor mindig mondta, hogy tök jó, gyere, nézd meg, és akkor voltam harmadikas, negyedikes. És elmentem, én ott ragadtam, ő meg valahol felsőben aztán kiszállt.
és nagyon-nagyon jó pedagógusok szárnyai alá kerültem ott Siófokon, egy nagyon szerető csapatban, a gyerekcsapatunk is nagyon jó volt, a fiatal felnőtt csapatunk, mert a gimnázium éveimet még közöttük töltöttem, remek volt, egy rendkívül szeretetteli, egymásnak adó közeg. És akkor mondjuk onnan egy kicsit más volt ez a fehérvári csapat, azt azért meg kellett szoknom, meg kellett vívnom a saját kis csatáimat, hogy azért kívülről jöve is lehet valaki táncos, nem csak itt lehet Fehérváron ezt megtanulni, de aztán itt is elfogadtak. És hogy akkor azóta is egyébként? Tart. Hát hogy jöhettem, a szerelem hozott. Mert az meg úgy volt, hogy amikor gimnazista voltam, akkor egy kaposvári fiúnak voltam a szerelmese, vagy oda-vissza. És gondoltam én, hogy majd megyek a kaposvári tanítóképzőbe. Ám de 12-ben, vagy mi volt akkor, még csak gimnázium 4., hát a kapcsolatnak vége szakadt. De közben egy fehérvári fiú már járt letanítani a siófoki táncegyüttesbe, és így. És ott úgy hívják, hogy Knajfel György, ugye? Ő még nem a Knajfel György. Nem ő volt. Hát a Gyuri zenész. Ja. Zenész, ez egy táncos srác volt, és akkor úgy megtetszettünk egymásnak, akkor jött az, hogy akkor már nem Kaposvárra kell menni tanítóképzőbe, hanem Zsámbékra, mert Zsámbék közelebb van Fehérvárra, vagy Fehérvárhoz. Na és akkor itt aztán már Fehérváron a Gyurival is megismerkedtem. Ó, hát én amikor hát utána olvastam, én azt gondoltam, hogy a Gyuri hozott ide, de jó, elfogadjuk így is. Úgyhogy és így. Aztán azóta és azóta, sok éve. Igen, azóta, hát már hány éve, tehát azóta már évtizedek. Nem is számolom. No, itt a műsor végén, ugye beszéltük a műsor elején, illetve előtt, hogy picit ilyen kedvesebb sztorit, vagy valami olyat, ami megmaradt így a munkátok során esetleg tudnátok említeni. Azt a választ kaptam Évától először, hogy nem, és aztán utána, hogy azért nem, mert annyi van. De hogy mégis aztán tudtok ebből kiemelni bármit, ami így jellegzetes, vagy megmaradt? Mert kezdje valaki. Aki még gondolkozom. Hát a zenehobbiból van egy nagyon kedves kis emlékem. Egyszer tanítottam egy mondókát, aminek az eleje így szól, hogy tente, baba, tente, itt a naplemente, ne dúdolj, te csacska, hosszú szőrű macska. És erre egy kislány egy hirtelen fennállt, hogy no, álljunk csak meg egy szóra. És így mindenki, az egész csoport így lefagyott, hogy mi a helyzet, így 3 éves kis szöszi kislány megfegyelmezett, és elmesélte, hogy hát, nekik van egy cicájuk. És az, hogy megkarmolt, és mekkora bibi keletkezett itt az ujján. Na már most innen is számomra folyamatosan visszaigazolódik, hogy igen, mekkora hatása van egy-egy gyermek mondókának, gyermek dalnak, és hogy miket át nem élnek, miközben ezeket tanuljuk a gyerekek, és hogy hogyan tudják ezeket a dalok és a mondókák alapján egy picit megélni, meg átélni ezeket a saját élményeiket. Uh-huh. Éva, hát, találtál egyet? Találtam egy. Azt hiszem, hogy múlt heti vagy 2 hete történt ilyen nagyon vicces esemény. Szóval onnan indulok, hogy a kisebbik lányom, Luca, ugye, aki kötődik mindkettőjükhöz, Taylor Swift fan. És megőrülünk, hogy most augusztusra megvettük a jegyet, és megyünk Bécsbe koncertre, és hogy hú, egyfolytában hallgatja, de nem csak így, hogy megy a fülébe, hanem ordít otthon, és hogy így szól a zene, és nem tudom. És akkor egyik reggel, múlt héten szerintem, 6 órakor fölébredtem, hogy hát akkor reggel ébresztő mindenkihez nyitok be, és már rég fönt van, és táncol a szobájába, megy a fején a zene. Na mi történt? 6 órakor jött ki az új lemez, és én felkeltem 3-4-6-kor, mert nekem azt meg kellett hallgatni, és annyira jó, és akkor így táncol rám, minden, hát jó, és akkor az autóba beültünk, és elkezdtük hallgatni, egyik olyan, mint a másik, semmi különbséget nem hallok közöttünk, a számai között, de jó, hát ha neki tetszik, akkor legyen ez, és akkor megy a nap, ez egy szerdai nap volt, azt hiszem, hogy csütörtöki nap volt, mert csütörtökön a 7. órám egy 10. A-osztályos énekóra. A 10-esekkel ugye általában küzdünk, hogy mit is tanuljunk énekórán, és a klasszikus anyagot azt nagyon sok esetben elutasítják, hogy nekik ez már nem pálya. Úgyhogy ennek az osztálynak is kitaláltam, hogy jó, akkor legyen olyan 2 hónap, amikor most arról szól a zene, hogy ti hoztok különböző zenéket, feldolgoztok zenei stílusokat, és teleírtam a táblát az ő ötleteikkel, hogy popzene, rockzene, metal, ilyen olyan, amolyan. Előadásokat tartanak. Aznap épp egy popzenei előadás volt, egyébként a Rebus volt az előadó, és akkor kiálltak a lányok, én így hallgattam, jegyzeteltem, hogy meg tudjam, hogy mit kérdezek vissza,
és akkor mondtam mindenkinek, ti is jegyzeteltek, odafigyelsz, még ha popzene is, akkor is, és akkor mondják a lányok, hogy ilyen meg, olyan meg, ilyen külsőségekben így jelenik meg, ilyen zene, olyan előadók, Taylor Swift. Ha mondom, na gyerekek, mi volt ma reggel? Ki tudja? És akkor én, hogy nem tudjuk, mondom, nem tudja, én tudom. És akkor a Rebeka is így nézett, hogy tanárnő tudja, tanárnő tudja. Én úgy csináltam, mint engem nagyon érdekelt, hogy tudom. Ma jelent meg az új album. És akkor menőle, ez nagyon-nagyon menő voltam, igen, szóval ez vicces. Hogy... Ez jó, hogy mondtad, akkor én mondom a lányomnak, mert én ezt nem tudtam, és nálunk is nagy rajongás. Igen, igen, úgyhogy. Ja, és akkor, hogy milyenek a gyerekek, ez sokkal kis rövidebb történet. Bocsánat. Amikor úgy alakul az élet, hogy helyettesíteni kell a közvetlen kolléganődet, váltótársadat, és én vagyok a magyaros, a boró matekos. És akkor, ha nincs a boró, akkor kinek kell tanítani a matekot? Nekem. És ez a teljes döbbenet az első ilyen matek helyettesítési. Kriszta néni, te tudsz matematikául? És mondtam, hogy tudok. Ugyan ez a büszkeség. Tudok. Úgyhogy olyan aranyosak. Úgyhogy ezt is tudom. Most egy sajátot tudnék hozzátenni, mert hogy nekem tényleg az én lányommal, az egyikkel minden áldott nap tényleg tanulni kell. Két tannyelvű iskolába járunk, és hát mindent ugye angolul. És matek, nekem is mumus volt mindig, neki is sajnos az, nem örököltünk, tehát nem tudtuk honnan örökölni, mert még egyébként apuka is. Na jó, és mondja, hogy hát akkor vettük a történelmet, vettük az irodalmat, és akkor utána jó, hát akkor hagyjuk a végére a matekot, és így mondta, hogy de anya, neked ez úgyse fog menni. Mondom, oké, de mondom, azért egy próbát adjunk már neki. És akkor odaadta a törteket, na mondom, hát ezt még azért csak. És akkor elkezdtem neki levezetni, anya, annyira menő vagy, én nem gondoltam volna, hogy te ezt meg tudod csinálni, mondtam, köszönöm szépen. No, de akkor menők vagytok. Én vagyunk, igen. Mindent is tudtok. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon sokáig tudnék még veletek beszélgetni, és azt látom, hogy nagyon színes egyéniségek vagytok, és nagyon sokrétűek, és szerintem tanácsot is tudnátok adni sok mindenkinek, hogy lehetne tényleg a 24 órát 48-ba, vagy akár többbe felosztani. Én nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakhoz, és halljunk rólatok sokat még. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.